Augusztus utolsó hetén, pénteken tartották Székesfehérvár városi tanévító ünnepségét a Modern Városok program keretében felújított Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium épületében. Az általános iskolában 1051 kisdiák, még a középiskolában több mint 3509-es diák kezdi meg tanulmányait a városban. A 35 éves Tóparti Gimnázium jelentős oktatási intézmény a város és a régió számára, amely a felújítási munkálatok után visszaköltözött modernizált épületébe. Az eseményen jelen voltak Székesfehérvár országgyűlési és közgyűlési képviselői, az oktatást irányító intézmények vezetői, az iskolák igazgatói, pedagógusai, valamint a Tóparti Gimnázium tantestülete és diákjainak képviselői. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár kiemelte, hogy a tanévnyitók alkalmai mindig új kezdetet jelentenek, új tervek és célok megfogalmazásával. Hangsúlyozta, hogy az iskolák felújítása a jövőbe vetett hit jele, amely szorosan összefügg a közneveléssel. Új iskolát építeni, iskolát felújítani, az a jövőbe vetett hit mintája. Olyan, mint amikor fát ültetünk. Olyan, mint mikor pedagógusként bemegyünk az iskolába, és gyermekeket nevelünk, gyermekeket tanítunk. Magyarország kormánya elkötelezett a családok irányába, és a családokhoz szorosan hozzátartozik a köznevelésünk is. Ezért fontos, hogy ne csak épületeink, hanem tanulóink, pedagógusaink, megfelelő tartalmaink és eszközeink is legyenek. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere kiemelte az iskolák felújításának fontosságát, és hangsúlyozta, hogy 2022 óta mintegy 30 milliárd forintot fordítottak a székesfehérvári iskolák felújítására. Külön köszönetet mondott a Tóparti Gimnázium alapítói és az építési munkálatok résztvevői számára. Valamennyi tópartis diák és tanár és oktató és nevelő örül annak, hogy hosszú évek előkészítő munkája után, de meg tudtuk újítani, teljes egészében fel tudtuk újítani a város és a térsége szempontjából is kiemelkedően fontos iskolát, és bízom benne, hogy ez az eredmény, ez talán kárpótol mindenkit azért a sok-sok kellemetlenségért, amit nyilván egy ekkora átalakítás, a költözés és minden, ami ezzel jár, érintett. Azért természetesen én magam felelősséget vállalok és elnézést kérek, de remélem, hogy az öröm viszont az önöké. Az ünnepséget a gimnázium diákjainak műsora követte, amely komoly zenei előadásokból, saját szerzeményekből és irodalmi alkotásokból állt. Vizi László Tamásné főigazgató a Tóparti Gimnázium történetére és fejlődésére emlékezve hangsúlyozta az iskolának hagyományainak és értékeinek megőrzését, és kiemelte a felelősségét, hogy a mai diákok is hasonlóan sikeresek legyenek, mint elődeik. Folytatni fogjuk a 35 évvel ezelőtt megkezdett munkát, sikeressé fogjuk tenni diákjainkat. Adjunk nekik élményeket, tetteinkkel, szavainkkal, mutassunk példát, adjunk számukra olyan szellemi és emberi útravalót, amely végigkíséri életüket, hogy majd ők is ideirassák gyermekeiket a tópartiba. A gimnázium diákjai egy különleges tapsjátékkal köszönték meg iskolájuk felújítását. A 2024-2025 évi tanévet ezzel ünnepélyesen megnyitom.